Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Két részből áll a mai esténk, lesz egy tudatosságfejlesztő első rész, és lesz egy coach képzés. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító. Maga a szó ezt jelenti. A mi értelmezésünkben egyébként azt jelenti, hogy edző. De nagyon érdekes, mert ugye angol szó, és magyar származású, ugye ezt tudjátok? Nem tudtátok? Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül. Tehát ugye ott tartottam, hogy a coach szó az magyar eredetű. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a kocsi szóból ered. És a kocsi szó az pedig a coach községből eredő szó. Ugyanis a világon legelőször kocsit egy coach faluban lévő kádármester csinált. Soha életbe előtte olyan, hogy kocsi nem létezett, és a kocsit azt egy magyar coach faluban lévő kádármester csinálta, arról nevezték el kocsinak, mert coach községben lévő, ugye a magyar úgy képez, hogy íve, kocsi, és akkor ez így elterjedt a világban, ez a kocsi szó, ugye ahogy terjedt a kocsi, és akkor abból lett a coach szó. Na jó, csak úgy. Ha esetleg ezt valaki nem tudta. Imádom, mikor a szavakat elemzik, ugye ilyen nagy tudorok, ugye ilyen professzorok meg minden, hogy milyen eredetű egy szó, és akkor mindenfélet mondanak itt, görög, meg török, meg mindenféle eredet, imádom, és akkor közben ugye van egy ősnyelv, amely jött tovább a hun nyelvben, és végül eljutott a magyar nyelvhez, és az összes többi nyelv az az ősnyelvből származik, és az ősnyelvhez a legközelebb lévő nyelv, ami legkevesebbet változott, az a magyar. Tehát az összes többi nyelv mind az ősnyelvből fakad, de mind jóval több változáson, módosuláson esett át, mint a magyar nyelv. Tehát ezért mondjuk egy 1000 éves írást magyarul lehet olvasni. Sőt, mit tudom én, mondjuk olyan rovásírással, ami több ezer éves, még értelmezhetően lehet magyarul olvasni, és semmilyen más nyelvre nincs példa, hogy több ezer éves azon a nyelven lévő írást a saját nyelvükön olvassák. Például Shakespeare műveit eredetiben az angolok nem tudják elolvasni. Tehát gyakorlatilag, mit tudom én, 400 valahány év alatt annyit módosult az angol nyelv, hogy egyszerűen teljesen más lett, mint volt akkor, és egyszerűen nem tudják elolvasni eredetiben. Szóval mi meg ilyen több ezer éves írásokat tudunk olvasni. Sőt, ugye vannak olyan, hát ugye tudjátok, hogy vannak ilyen képírások. Tehát képírások, amit ugye ilyen hieroglifáknak neveznek. Na most a képírások, az gyakorlatilag magyar nyelvben, tehát magyar nyelvű ember tudja megfejteni. Nem, ezek képírások. Tehát képek vannak, és abban vannak a magyarázatok. És például ilyen képírások, hieroglifák, ugye tele vannak az egyiptomi piramisokban, meg össze-vissza, az ilyen egyiptomú mi dolgokban, műemlékeken, és gyakorlatilag magyarul, tehát ha valaki tud magyarul, akkor jobban megnézi, akkor tudja ezeket olvasni.
Na úgyhogy erről a szavakról csak ennyit, és ez most nem ilyen önimádat, tehát ezt nem mi magyarok mondjuk magunkról egyébként, hanem külföldi szakemberek írták ezt, amikor tanulmányozták a magyar nyelvet. Tehát nem a magyarok önimádata ez a kérdés. A magyarok azok azt mondják, hogy mi a finnugor nyelvcsaládhoz tartozunk. Hát aki ezt mondja, annak én ezt mutatom. Jó, aki ezt meri mondani, annak egy ilyet mutatok. Az meg tudjátok, mit jelent. Szóval a lényeg az, hogy a finneknél élnek lappok, méghozzá az én Finnország északi részén, de ők a lappok nem csak Finnországban élnek, hanem még ott, mit tudom én, azt hiszem közvetlenül Svédországgal szomszédos Finnország, és ott is élnek lappok. Na most ugye ezt úgy hívják, hogy lapföld. Na most a lappok azok meg egy hun törzs. Na most a lappokkal van rokonságunk, mivel hun törzs. De a finnekkel gyakorlatilag semmi. Tehát semmi rokonságunk nincsen, így van. Na most ugye a lappoknál például sok szó megegyezik a magyar nyelvvel. Na de azért, mert ugye ők hun törzs, és ugye a hunok azok nekünk rokonaink, mert mi is hunok vagyunk. Tehát ugye egy ágról származunk. És ugye nagyon érdekes, vasárnap este tervezek egy olyat, és csak úgy mondom, azért mondom, hogy este, mert a PPA klubban tervezek, hogy van itt nálunk egy olyan tanulónk, ha még esetleg nem hallottátok, aki Kazasztánból származik, és úgy beszél magyarul, mint te. Na most ő ott született, ott élt, és hazajött, ami azt jelenti, hogy Kazasztánban egy magyar törzsben, illetve egy hun törzsben, egy magyarul tudó hun törzsben született. Na és vasárnap a PPA klubban kifaggatom őt. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit fog mesélni. Tehát vasárnap majd itt lesz. Jó, úgyhogy, és akkor ugye vannak néha hallasz ilyen híreket, hogy a világ milyen részén fedeztek föl olyan törzseket, akik tudnak magyarul. Ez közben még nekünk van itt egy emberünk, aki ott született, érted? Szóval nagyon jó, nagyon tetszik. És akkor felfedezik a spanyol viaszt, tudod? Ezt imádom, amikor emberek felfedeznek spanyol viaszt. Ez közben tök természetes dolgok vannak. Na jó, szóval a lényeg az, hogy szeretném megkérdezni így a bevezető után, hogy ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé a világ halad? Hát mi baj van a világ haladásával? Rossz irányba halad. Elköztelenség, elhatalmasodott, igen. Etikátlanság van. Elnyomás. Korrupció. Van terrorizmus is, nem? Van szegénység is. Nem? Bűnözés is van. Szeretetlenség is. Bőven baj. És azt szeretném megkérdezni még tőletek, hogy szerinted mi várható, ha ebbe az irányba halad tovább a világ? Szeretném azt megkérdezni, ki az, aki hisz valami felsőbbrendű lényben? Ez úgy látom, hogy evidens, nem? Tehát ezt most úgy mutattad, hogy ez evidens, hogy hiszünk ilyenben. Én is így gondolom. Igen, tehát ugye hiszünk egy ilyenben. Na most nem mondom mindenkinek, hogy higgyen, nem mondom abszolút, hogy higgyen. Abba hisz mindenki, amiben akar.
Én csak inkább tájékoztatom az embereket. Semmi gond nincs azzal, ha valaki nem hisz valami felsőbbrendű lénybe, akkor mibe hisz? Hát az evolúcióban, nem? Tehát magyarul, hogy ő abban hisz, hogy ő személyesen a majomtól származik. Ami azt, nem, az mind, aki abban hisz, hogy ő a majomtól származik, higgyen abba. Tehát higgye azt ő nyugodtan, hogy ő, neki az őse egy majom. Én meg kikérem magamnak ezt a fajta gondolkodást. Kikérem magamnak. Tehát nekem semmilyen tudós nem erészelje azt mondani, hogy én evolúció alapon, vagy mi emberek, főleg ne azokra, akik hisznek egy felsőbbrendű lénybe, hogy azt mondják, hogy mi a majomtól származunk. Én meg azt mondom, hogy az anyád származik a majomtól. Oké? Okay? Szóval a lényeg az, hogyha valaki ezt gondolja, akkor gondolja magára, de nem másra. Világos ez? Majd mi gondolunk azt, amit mi akarunk. Világos ez? És nem azt, amit hülye emberek próbálnak ránk erőszakolni. Tehát én úgy vagyok ezzel a kérdéssel, hogyha valaki azt gondolja, hogy ő a majomtól származik, akkor higgyen abban. Nekem abban az ég adta világon semmi bajom nincs, de engem ne kényszerítsem rá, meg azokat az embereket se kényszerítse rá, akik nem így gondolkodnak. Világos ez? Na most azért, ha jobban megnézzük, az emberek többsége a Földön nem azt gondolja, hogy evolúciós alapon a majomtól származik. Na most van egy kisebbség, mondjuk a Földön, mit tudom én, az egy tizede az emberiségnek, körülbelül az egy tizede, aki azt gondolja, hogy evolúció alapján működik az emberiség, illetve fejlődött fel az emberiség. Na most akkor magyarul az ő számukra a többség az hülye. Csak ők az okosok. Hát nem tudom, mennyire okos ember az, aki azt gondolja, hogy ő a majomtól származik. Vagy esetleg ő úgy gondolja, hogy mindenki más a majomtól származik, csak ő nem. Hát elég furcsa lenne, nem? Na szóval lényeg az, hogy ugye az emberek nagy többsége abban hisz, hogy nem evolúciós alapon a majomtól származunk, hanem abban hisz, hogy teremtett lények vagyunk. Hát ezért ugye, amikor visszamegyünk a kutatásokba, nem mi, hanem a kutatók, és elkezdik kutatni az evolúciót, akkor azt látják, hogy az evolúcióban lukak vannak. Meg átfedések vannak, ami azt jelenti, hogy hirtelen párhuzamosan megjelent a másik faj. Vagy hiányzik a másik faj egy jó ideig, nincs az egyik se, majd hirtelen megjelent a másik faj. És gyakorlatilag csak ezzel találkoznak. Tehát én nem tagadom az evolúciót. Van olyan, hogy evolúció, hogy például egy, mondjuk egy emlős valamilyen oknál fogva belekényszerül abba, hogy a vízben éljen, vagy a vizen éljen, és akkor átalakítja szépen magát. Tehát mit tudom én, mondjuk, ha a vízen él, akkor úszóhártyát növeszt, vagy a vízben él, akkor ilyen úszóhártyái lesznek. Na ez evolúció. De attól mondjuk egy emlősből nem lesz madár. Vagy egy hüllőből nem lesz madár. Vagy egy madárból nem lesz hüllő. Másik faj. Más teremtés. Nincs közük evolúciós szempontból egymáshoz. Tehát az van, az evolúció azt jelenti, hogy a környezetéhez alkalmazkodik a lény. Ezt jelenti az evolúció. Ha bárki ennél tovább gondolja, akkor gyakorlatilag leértékeli az élővilágot. Úgy, ahogy van, meg leértékeli azokat a lényeket,
akik az élő világot teremtették. Mert élő világ nem létezne, ha élő világot nem teremtenél. Illetve nem teremtettek volna értelmes lények. Most mondok példát. Jó? Na most a teremtésre. Próbálj már úgy hasznos élőlényeket tartani, hasznos élőlényeket tartani, hogy nem gondoskodsz róluk. Bárhol, akár a kertedbe. Érted? Tehát hasznos élőlényeket. Tehát például mondjuk hasznos növényeket. Nem gondoskodsz róla, egy idő után megeszi a gaz. Fölemészti a gaz. Vagy például olyan hasznos élőlény, ezt odaadom, köszi. Egy olyan hasznos élőlény, mondjuk egy állat. Mondjuk egy házi állat. Hát próbáld már azt csinálni vele, hogy nem gondoskodsz róla. Mondjuk ha szabadon engednéd, akkor valami vadállatok elpusztítanák. Világos? Tehát gyakorlatilag, ha megnézed, még ilyen szinten sem működik az, hogy működjön magától a dolog. Tehát ha nincs értelmes beavatkozás, akkor gyakorlatilag nincs hasznosítható élet. Érted? Hasznosítható élet nem létezik. Tehát ha nincs értelme. Tehát most már, hogy ugye évmilliók vagy évmilliárdok óta létezik az emberi életen kívül, vagy a lelki életen kívül, a lelken kívül élet, tehát vannak növények, meg állatok, meg stb. Stb. Mindenféle élőlény. Ez azt jelenti, hogy a világban, na mit akartam mondani? Közben elterelődtem. Tessék? Ja igen, hasznos beavatkozás, tehát hiába van élet, igen, a hasznos beavatkozás nélkül nem lenne, tehát az értelmes beavatkozás nélkül nem lenne olyan dolog, amit tudna az értelmes lény hasznosítani. Érted? Tehát most mondok példát. Mit tudom én, mondjuk akarsz gépeket gyártani, hát mi a földből kijön az érc? Nem. Ezt ki kell bányászni. Nem? Tehát valamit meg akarsz enni, akkor az ember általában nem gazt teszik, nem? Nem? Hát valami olyan növényt, amit nem ölt meg a gaz. Oké? No, de menjünk tovább. Tehát hiszünk abban, hogy van valami felsőbbrendű lény. Nem? És ha hiszünk abban, hogy van valami felsőbbrendű lény, akkor hogy gondolod te személyesen? Itt vagyunk mi emberiség, és akkor minket, itt ezt a 7-es milliárd vagy 8 milliárd embert egy lény kontrollál, egy lény felügyel, egy lény ellenőriz. Na most, ugye mit tanítanak? Tehát most egy kicsit nézzük a tanításokban azokat az anomáliákat, tehát nem jut eszembe ellentmondások, köszönöm szépen, olyan ellentmondások, ami nem lehet. Tehát ilyen ellentmondások nem lehetnek. Tehát lényeg az, hogy nem lehet olyan ellentmondás, hogy
Na mi a Manót akartam már megint mondani? Egy lény ellenőriz mindent. Ja, az egy lény ellenőriz mindent, igen. Tehát köszönöm szépen. Tehát, hogy ugye azt mondja a tanítás, hogy minden embert egy Isten teremtett. Nem? Ugye ezt mondja. Hát ezt tanítják. Tehát mindet egy teremtette. Na most, ha mindenkit egy teremtett, egy lény teremtett, akkor ő ugye tud teremteni, nem? És ugye azt tanítják, hogy minden emberi lényt egy Isten felügyel, nem? Na most, ha az a lény képes volt arra, hogy minket megteremtsen, akkor miért nem teremtett olyan lényt is? Én tudom a választ, csak úgy kérdésként fölteszek, hogy gondolkodj. Miért nem teremtett olyan lényt is, akinek átadta volna a tudását, és megbízott volna benne, hogy te is segíts az emberek felügyeletében. Meg még egyet, hogy te is segíts az emberek felügyeletében. Meg még egyet, hogy te is segíts az emberek felügyeletében. Tehát, hogyha a Jóisten teremtette az embereket, egy, és az az egy felügyeli azóta is, akkor ő nem bízik annyiba a teremtettjeiben, vagy annyira a teremtettjeiben, hogy kiképezzen olyanokat, akik segítségére lenne. Magyarul akkor az milyen Isten? Hát ha egy lény nem bízik, tehát gondolj bele, kinek van gyereke? Gyereke? És bízol a gyerekedben? Na hát akkor gondolj bele, akkor a jó Isten meg nem bízik a saját teremtményeiben. Tehát mondjuk úgy, hogy a te teremtményed a gyereked, idézőjelbe. És természetes dolog, hogy az ember az bízik a gyerekében, nem? És ha 20 gyereke van, akkor a 20-ba bízik, nem? Nem így van? Ez egy természetes dolog. Magyarul akkor a teremtő senkiben nem bízik, mert mindenkit ő akar személyesen kontrollálni, felügyelni. Nem? Hát valaki ezt gondolja, hogy így van, az annak nem stimmel itt belül. Hát logikusan megnézzük, egy szülő mit csinál a gyerekeivel? Átadja a tudását, nem? Azt akarja, hogy a gyereke legalább annyira vigye, mint ő, nem? Hanem többre. Nem ezt akarja? Na most akkor a Jóisten meg nem akarna ilyet? Magyarul a Jóisten? Hülyebb, mint mi vagyunk? Hát aki ezt gondolja, az leértékeli a Jóistent, nem? Nem így van. Tehát ami azt jelenti, hogy mindenütt azt tanítják, hogy egy Isten. Aha, arra lehetne azt mondani, hogy hogy hívják nála, az ilyen vezetőknél, országvezetőknél, vagy híres embereknél, hogy mit tudom én mondjuk, a Németországot a hitleri időszakban Hitlerrel azonosították, de Hitler nem ment volna semmire, ha nem lettek volna segítői. Érted? Ugyanez Sztálin, vagy ugyan bármelyik Lincoln, vagy bármelyik híres ember, ha nem lettek volna társai, akkor ő nem lett volna híres. És most mindegy, hogy pozitív vagy negatív embert nézünk a történelem során. Érted? Tehát Jézus is, ha egyedül maradt volna, és nem lett volna tanítványai, akkor most senki nem ismerni azt a szót, hogy Jézus Krisztus, nem? Tehát gondold végig, és akkor tudjuk, hogy ez így működik, hogy együtt képes egy értelmes lény eredményeket létrehozni, sőt, kiemelkedő eredményeket, de mi azt gondoljuk emberek nagy ostobán, hogy a Jóistennek meg nincs ennyi esze.
Magyarul ő minden, és senkiben nem bízik. Ugye ezt nem gondolja senki komolyan. Tehát ott kezdődik, ha teremtőről beszélünk, vagy teremtésről beszélünk, akkor teremtőkről beszélünk. Most itt van ez a bolygó például. Ez a bolygó nem magától jött létre. És akkor kitalálnak mindenféle elméletet arra, hogy hogy jött létre ezen az élet. Érted, hogy mit tudom én? Becsapódott egy meteor, amiben benne volt az élet, és akkor ezáltal, igen, hogy leheted vele, mikor egy meteor, mikor átjön a légkörön, nem elég, fölhevül, tudod? Fölhevül, ami azt jelenti, hogy olyan hőmérsékletre hevül föl, hogy minden élet elpusztul. Így van. Hát próbálj már 100 fok fölött életet itt a bolygón létrehozni. Csak 100 fok fölött. Érted? Hát régen úgy fertőtlenítettek, hogy fogták és berakták a tűzbe. És úgy csináltak műtétet. Mondjuk a késsel. Hogy fölmelegítették, és max csak pár száz fokra melegítették föl. Nem több ezer fokra, mint mondjuk egy meteor, amelyik jön lefele. És akkor kitalálják, hogy abban volt az élet, érted? És így jött létre az életet. És a buta emberek meg ezt elhiszik. És akkor most gondolj bele, mondjuk akkor vannak más elméletek, hogy hát hogy ezt a, meg tudom én, az életet, meg a bolygót, meg minden a jó Isten teremtette. Aha, és akkor fölnézel a csillagos égre, és akkor piszok sok csillagot látsz, ami azt jelenti, hogy sokszorosan viszont a bolygó. Nem? Tehát, hogy itt a naprendszerben is sokszoros a bolygó száma a naphoz képest. Tehát magyarul, ahol nap van, ott valószínű naprendszer is van. Tehát az azt jelenti, hogy ott van egy csomó bolygó is körülötte. És akkor elhiszik emberek azt, hogy ezt a rengeteg napot, amit megszámolni se tudsz, és annál sokkal több bolygót, azt egy lény teremtette. Magyarul nem teremtett olyan lényt maga mellé, vagy lényeket olyan maga mellé, akik átvállalták volna a feladatot. Hát a ugye én embereket vezetek 93 óta. Tehát 93 óta. Tehát tanítok, vezetek embereket 93 óta. Pontosan tudom azt, hogyha az ember nem keres maga mellé társakat, akkor semmire nem jut. Érted? Semmire nem jut. És ezt a jó Isten nem tudná. Ilyen? Tehát csak azért mondom, hogy gondoljátok végig, hogy milyen ostobásítás folyik a világban, tehát hogy egyre ostobábbak és ostobábbak legyenek az emberek. Érted? Tehát hülyítik az embereket, hülyítés folyik. Tehát egy ember gondolkodik, akkor rájön arra, hogy ha van is egy ilyen mondás ebben kapcsolatban, ami itt a Földön az odafönn is, vagy ami a odafönt az itt a Földön is. Na most ez azt jelenti, hogy hát hogyha ugye egy értelmes lény akar nagy eredményeket, akkor fogja és összefog. Na most ha egy értelmes lényt nem vesznek körül lények, de ő értelmes lényként képes lényeket teremteni, akkor fogja, teremt olyan lényeket és kitanítja őket, és már vannak segítőtársai. Világos ez? Na most, ugye tudjuk jól azt, hogy a világegyetem az olyan idős, hát ez a tudomány is tudja már, hogy olyan idős, hogy számszakilag nem lehet kifejezni. Mi emberiség azt is tudjuk, hogy ebben a formában, amiben vagyunk, ez körülbelül a 7000 éves. Tehát ilyen formában. Tehát ami azt jelenti, hogy például
mit tudom én, akire mindig hivatkozik mondjuk a Biblia, Ádámra meg Évára, ott valami nem stimmel velünk kapcsolatban, tehát ők nem mi voltunk, mert ők sok száz évig éltek. Tehát nem addig, ameddig mi, hogy ilyen 60-70-80 évig, érted, hanem 800 évig. Többi 800 évig. Na most, akkor ők nem azok voltak, mint mi. Hát ez egyértelmű. Tehát ma a Földön nincs olyan lény, emberi lény, amelyik ennyi ideig élne. Még lehet, hogy van, mit tudom én, 140-150 éves ember, aztán annyi. De az mégse 800, vagy 890, vagy 870, érted? Vagy 900, valamennyi. Na most, ha ezt megnézzük, akkor ugye Ádám Évát a Biblia szerint is, mit tudom én, hány ezer éve volt, tehát ők még nem ők voltak, mi azután lettünk. Tehát magyarul valaki minket ide teremtett. Tehát ha bárki azt mondja, hogy Ádámtól meg Évától származunk, az hazudik, mert akkor nekünk is ilyen hosszú életűnek kéne lennünk. Hát nézd meg, te most csinálsz egy gyereket, a gyereked várhatóan addig fog élni, mint te, úgy körülbelül nagyjából. Nem? Nem fog élni töredékét, ha csak nem, valami olyan baja lesz, de az egy más kérdés. Ez egy más kérdés. Szóval itt vagyunk mi emberek, és ugye olyan 7000 évvel megteremtettek minket, és addig nem volt értelmes életteremtés a világegyetemben. Amikor a világ mindenség meg kimondhatatlanul sok milliárd éves. Tehát ugye ezt se gondolja senki. Csak egy buta ember, hogy ez így van. Hogy addig nem volt élet, mármint emberi élet, vagy értelmes emberi élet, és azóta lett. És évmilliárdokon keresztül meg nem volt. És akkor ugye ezt valaki elhiszi. Vagy azt valaki elhiszi, hogy mit tudom én, a Földön van élet pár millió éve. Mit tudom én mondjuk, hát nem pár millió, inkább több száz millió éve, inkább azt mondom, hogy 4 milliárd éves, és mit tudom én, 1 milliárd éve. Van Földön élet. Ugye milyen élet? Hát nem ez az emberi élet, de van élet. És a világegyetem meg kimondhatatlanul sok milliárd éves. Ugye akkor nem gondolja senki azt, hogy hát már megvoltak mindenütt a világegyetemben a bolygók, már évmilliárdok óta, és akkor egyszer csak úgy eszébe jutott valakinek, hogy hát teremtsünk már életet, úgy sok milliárd év múlva. Ugye ez ha valaki így gondolja, az... Hát most gondolj bele! Ha te okosodsz bármilyen téren, mondjuk szakmai téren, akkor nem ugrások vannak az okosodásodban, hanem folyamatosság. Nem? Akkor nem úgy van, hogy sokáig buta vagyok, hirtelen most megokosodtam, majd megint azon a szinten maradok tovább, majd hirtelen megint okosodok. Ilyen nincs. Az okosodás az max folyamatos, vagy nincs okosodás, ennyi. Vagy elhűlés van. Hát ez a három variáció van. Tehát ami azt jelenti, hogy ugye létrehozták ezt a bolygót. Fogalmuk nincs, hogy mennyi ideje hozták létre ezt a bolygót, mert a múlt században még 60 évvel ezelőtt még 1 milliárd éves volt ez a bolygó, most már 4. Tehát azért mondom, hogy fogalmuk nincs, mennyi idős ez a bolygó. Ezt satszolják. De egyre idősebbre satszolják. Ez kutatókról beszélek. Ugye ugyanígy az életet is. Az életet is egyre idős, ahogy a bolygó idősödik, érted? 100 év alatt, mit tudom én, 6-szorosára nőtt az élettartama a bolygónak. Mindegy. Gyorsan. Igen, gyorsan öregszik. Na ugyanígy az élet is, hát ugye egyre régebben keletkezett a bolygón. Megint keletkezett. Tehát ugye nem tudom, hogy ki hiszi azt, hogy a,
a teremtő volt egyedül, ezt a ménkűsok bolygót, meg ménkűsok csillagot egymaga megalkotta, utána egyszer csak eszébe jutott az, hogy mi lenne, hogyha azon az egy bolygón létrehoznánk egy életet, majd megint, mit tudom én, évszázadmilliók után eszébe jut, hogy hát mi lenne, hogy oda teremtenénk egy embert is. Hát ezt valaki elhiszi, az annyira csökkent képességű, hogy én nem tudom, hogy lehetne fogalmazni. Az inkább azt mondanám, hogy képtelen a gondolkodásra. Hát akkor nézzük meg ezzel kapcsolatban, ugye mi a logikus? Tehát ha logikusan megnézed, tudja az ember azt, hogy a fejlődés az nem ugrások, hanem az folyamatos. Ha valami fejlődik, akkor az folyamatosan tud fejlődni, és nem ugrálva fejlődik, hogy hirtelen ugrik egyet a fejlődés. Ilyen nincs. Hát hirtelen ugrás a fejlődésben nincs. Ami annyit jelent, hogy először ahhoz, hogy megteremtődjön a világegyetemben bármi, mondjuk egy nap, vagy egy bolygó, ahhoz kellett olyan személyek, értelmes lények, akik ezt meg tudták csinálni. Tehát először is ugye azoknak kellett megteremtődniük, akik képesekké váltak egy idő után arra, hogy segítsenek a teremtőnek a teremtésben. Ez egyértelmű. Majd ugye egyre többen lettek azok, akik képesek lettek a teremtésre, és elkezdtek teremteni. És ugye az évmilliárdok, kimondhatatlanul sok évmilliárd óta folyik a teremtés a világegyetemben. És most itt van nekünk a bolygónk. Ugye mit mond a tanítás, hogy Éva és Ádámtól származunk. Ugye ez mondja a tanítás. De volt neki egy Káin meg egy Ábel nevű fiúk nekik. Aztán ugye ezek összevesztek, azt az Káin megölte Ábelt, nem? De melyik, valamelyik, mit tudom én, házasodott, mit tudom én már melyik, és elvett egy asszonyt valahonnan. Na ez az. Mit tudom én, milyen családból vette el. Tehát akkor gyakorlatilag már az Ádám Éván kívül volt valami másik család. Mert különben hogy vett volna el egy asszonyt? Érted? Szóval teljes káosz az egész, érted? Az egész alaptörténet, az teljes zűrzavar. Na most lényeg az, hogy ugye feltételezzünk azt, és ez tényleg így van, hogy kezdetben az emberek kevesebben voltak, majd egyre többen. Na most azért kérdezném tőled. Mondjuk, mit tudom én, mondjuk egy iskola, legjobb példa. Jó? Ha mondjuk az iskolába 10 gyerek jár, akkor hány felnőtt tudja azt kontrollálni, felügyelni? Hát egy-kettő bőven elég, nem? Aha, és mondjuk ha 1000 gyerek jár, akkor azt az 1000-et lehet egy-kettőnek felügyelni? Na most akkor gondoljátok végig, mikor mondjuk ezen a bolygón élt 100 000 ember, és most él 8 milliárd. Akkor a felügyeletünkhöz ugyanannyi ember, vagy ugyanannyi lény kell? Hát a válasz egyértelmű, hogy nem. Hát sokkal több. Logikus. És ugye nem képzeli senki azt, hogy a Jóisten az egyedül felügyelte a 10 000 embert is, meg a 100-at is, meg most a 8 milliárdot is. Ha valaki ezt gondolja, az erről csak ezt tudom mondani. Szóval egy olyan világban élünk, ahol nem akarják, hogy tudják az emberek az igazat. Tehát az információ elferdítése, ez egy fontos dolog, hogy az. Miért? Mert ez úgy működik, hogy a tudatlan embert lehet manipulálni könnyedén. Minél tudatlanabb egy ember, annál több olyan dolgot el lehet vele hitetni, ami nem úgy van.
Mondok egy példát, jó? Talán a legjobb példa most a társadalmunkra. Az, hogy az emberekkel el tudták hitetni a következőket, hogy a boldog élet kulcsa az anyagi felhalmozás. Ezt el tudták az emberekkel hitetni. Tehát eljutottunk 100 év alatt, mert ez a fajta gondolkodás megváltoztatás, tehát hogy ilyenné váljon a gondolkodás az emberek jó részében, ez 100 évvel ezelőtt kezdődött pont az USA-ban. És 100 év alatt elérték, hogy a fejlett civilizációban élők, ugye a fejlett társadalmi formában élők, ugye az iparosodott országokban élők azt gondolják, hogy boldogság egyenlő vagyonfelhalmozás. Nem így van? Nézd meg, mit csinálnak az emberek, erre a karácsony és környéke a legjobb példa. Azt csinálják, hogy élvezik, hogyha vásárolhatnak. Érted? Tehát az az élvezetük, hogy vásárolhatnak. Érted? Ha mondjuk 5-ször ennyi pénzük lenne, akármilyen hihetetlen, a legtöbb ember 5-ször annyit vásárolna. Tehát nem mindenki, mert vannak kivételek természetesen, és tisztelet a kivételeknek mindig. De a legtöbb ember, ha 5-ször annyi pénze lenne, akkor az 5-ször annyit elkölteni. Honnan tudom én ezt? Na most, én cégvezetéssel is foglalkozok, tehát emberek és cégvezetéssel foglalkozok 93 óta. Azóta szervezek embereket, és azóta lehetőséget adok az emberek számára, hogy vállalkozóként itt szervezzenek. 93 óta. Tehát mióta mi szervezéssel foglalkozunk, én személyesen 91-től foglalkozok emberek szervezésével, 91-től, és 93-tól én adok lehetőséget arra, hogy más is szervezze rajtam kívül, és ezért ugye kap jutalékot, ezért már ugye 3-szor voltunk egyéb területen piacvezetők, sőt, ezen a területen is piacvezetők vagyunk, amiben most vagyunk. Miért? Mert én, mint szervezetvezető, cégvezető lehetőséget biztosítok arra, hogy bárki szervezzen abban a tevékenységben, amit végzünk most, és bármikor, amit végeztünk a múltban. Ezáltal azt mondja, hogy több mint, mennyi? Több mint, hát olyan 80 ezer ember akart, vagy nem akart, vagy kapott lehetőséget arra, hogy szervezhessen. Azért az nem kevés. Na most, és a következőt tapasztaltam. Tehát azt tapasztaltam, hogy a szervezésben, akik eredményesek lettek, úgy lettek eredményesek, ezt akartam mondani. Na, megint elakadtam. És most ilyen. Tessék? Ja, igen, köszönöm szépen. Na most azt tapasztaltam, hogy nagyon sok olyan ember volt, aki jól keresett itt. Köszönöm szépen. Tehát aki jól keresett itt. Most is vannak ilyenek. Tehát az azt jelenti, hogy fő tevékenységben akár, tehát azért gondoljátok végig, hogy olyanok voltak itt, akik 7 számjegyű jövedelmet kerestek egy hónap alatt, már a 90-es években is. És úgy indultak, hogy volt egy fizetésük valahol valamilyen munkahelyen, majd szépen lassan az itteni szervezésből származó jövedelmük fölment 7
számjegyűre havi szinten. És tudod, mit láttam? Utána mondjuk csináltunk valamilyen oknál fogva egy váltást, mondjuk a váltás azért kellett, mert azt a tevékenységet mondjuk a törvény megszigorította. És már nem érdemes volt foglalkozni vele. És egy új tevékenységbe kellett kezdeni, tehát ugye többször váltottunk profilt itt a 26 év, 27 év során. És lényeg az, hogy volt, aki jött tovább velem az új tevékenységben, volt, aki nem. De az biztos, hogy a profilváltás azt eredményezte, hogy megállt a jövedelem. Mert az előző tevékenységet abba hagytuk. És abból nem jöhetett tovább jövedelem, ha valamit nem végzünk, akkor nincs belőle jövedelem. És visszasüllyedtek arra a szintre, ahonnan indultak. Mert hiába kerestek 20-szor annyit, vagy 10-szer annyit, mint előtte, el is költötték. Mind kivétel nélkül. Mind kivétel nélkül. Tehát a jövedelmükhöz hozzáalakították az életszínvonalukat. Ami azt jelenti, hogy ha 10-szeresére ment a jövedelmük, akkor 10-szer magas életszínvonalon kezdtek el élni. Világos? Tehát ezért mondtam az imént azt, hogy az emberek azok gyakorlatilag kereshetnének bármennyi pénzt, akkor is, ha 5-ször annyit keresnének, akkor is elköltenék. Mert én erről meggyőződtem. Oké? Még akkor is meggyőződtem, hogyha valaki gyorsan ért el egy jövedelmet, vagy lassabban ért el egy magasabb jövedelmet. Érted? Akkor is meggyőződtem róla. Tehát ugye, hogy szokott ez működni? Tehát ha megnézed, körülnézel a környezetedben, és azt látod, hogy emberek fogják és ilyen látszólag tele van pénzzel, lehet, hogy így is van, ma baromi drága autóval jár, meg stb. Stb. És ha megnézed, intelligencia szempontjából meg a béka hátsó fele. Ezeket úgy szokták nevezni, hogy új gazdagok. Tehát rengeteg új gazdag van manapság. Ami azt jelenti, hogy a pénze gyorsabban nőtt, mint az intelligenciája. Érted? Tehát magyarul szegény volt, érted? És valamilyen olyan lehetőségbe szállt be, valószínűleg így van, tehát ilyen, így valahogy, igen, ami elkezdett neki sok jövedelmet hozni. És ez úgy működik, hogy a pénz az olyan, mint az alkohol, oldja a gátlásokat. Tényleg, szó szerint. Ami annyit jelent, hogy addig, míg szegény volt, gátlásos volt. És nem mert megtenni olyan dolgokat, magyarul mondjuk nem mert bunkó se lenni. Érted? És most, hogy tele van pénzzel, oldódnak a gátlások, kioldódtak a gátlások, mivel fejlődni nem fejlődött semmit, csak anyagilag, szellemileg egy tapottat se, ezért a pénz feloldotta a gátlásokat, és ezért vannak ezek az új gazdagok, ha megnézed, egyik bunkóbb a másiknál. Ha visszaszegényednek, akkor megint normális lenne, tudod? Mert megint ott lennének a gátlások az életében. De most, hogy van pénze, feloldottak a gátlások, és kijött ténylegesen, tehát a pénz nem rossz dolog,
hogy is szokták el azt mondani, nem bűnös dolog, vagy mit szoktak mind mondani a pénzre? Hanem a pénz az kihozza az emberből azt, amilyen. Világos ez? Tehát amilyen az illető, kihozza. Most nem gond az, hogyha valaki olyan, amilyen. De ha mondjuk fejlődik a jövedelme, akkor fejlődjön vele. Érted? Akkor szellemileg fejlődjön vele. Tehát, hogy mire sok pénze lesz, akkor ne olyan legyen, hogy köpnek egyet utána. Érted? Tehát ha az embernek fejlődik az anyagi helyzete, akkor én úgy gondolom, hogy kötelessége szellemileg is fejlődnie. Kellene, persze. Kötelessége lenne, hogy szellemileg is fejlődjön. Na most, de nem ezt látjuk. Nem ezt látjuk. Nem ezt látjuk. Tehát ugye, amikor rendszerváltás lett, rögtön első gondolat az lett, hát itt nagy gáz lesz, mert olyanok kerülnek a parlamentbe, akiknek üres a bukszájuk. Régen ugye kik voltak a parlamentbe? Grófok, bárók, hercegek. Így van. Tehát olyanok, akik gazdagok voltak eleve. Olyanok, akiket nem lehetett megvesztegetni. Érted? Tehát egy grófot, bárót, herceget, aki tele volt vagyonnal, nem lehetett megvesztegetni. Nyilvánvaló, hogy a hatalmi, nagyhatalmi érdekeknek ugye nem az a célja, hogy olyan emberek legyenek a parlamentben, akiket nem lehet megvesztegetni. Nyilvánvaló. Hanem olyanok legyenek a parlamentben, akik pénzért megvásárolhatóak. És gyakorlatilag itt, eddig, mióta rendszerváltásunk volt, hát gyakorlatilag a hatalomban mindenkit megvásároltak kivétel nélkül. Mindenkit. Tehát ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag elég nagy gond van itt a világban, ha jobban megnézzük, mert jelenleg olyan világban élünk, ahol van terrorizmus, de a terrorizmus abból jön létre, hogy vannak a vallások, és adjunk az embereknek, vegyük el a tudást, ne adjunk nekik tudást, és akkor lesz belőle egy terrorizmus. Hát most gondolj bele, mit csinál egy terrorista? Fogja, mit tudom én, beül egy olyan terrorautóba, ami tele van robbanóanyaggal, és beszágult mondjuk egy bevásárló központba, érted? A robbanóanyaggal teli terrorautóval. És akkor miért? Mert azt hitették el vele, hogy ő azáltal, hogy ezt csinálja, majd a mennyekbe kerül. Hát ha ez nem tudatlanság, akkor mi? Zsarnokság van ott, ahol hatalom van, hát nagyon sok ember törekszik nagy hatalomra, de párosul mellé a tudatlanság, és akkor zsarnokok lesznek belőle. Ugye a zsarnokok mit csinálnak? Nem, elnyomják. Elnyomják, hát elnyomják őket. Tehát az embereket, a lakosságot elnyomják, kihasználják. Na most azért nézzük meg a kihasználást. Ugye a szocializmusban azt tanultuk, hogy micsoda kizsákmányolás volt a feudalizmusban, amikor a királynak oda kellett adni a tizedet, a papnak meg a kilencedet. Az azt jelenti, vagy fordítva, mindegy. Az azt jelenti, hogy ugye gyakorlatilag mondjuk a 20% az oda ment.
Á, most teljesen jó. Biztos már nem tanítják ezt a gyerekeknek. Tuti, hogy az micsoda kizsákmányolás volt. Hód biztos, hogy már a történelem órán ilyet nem tanítanak. Mert most az állam a felét veszi el annak, amit valaki kereshetne. A felét. Tehát gyakorlatilag a teljes jövedelméből fele az állami. Na most ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az állam az egy zsarnok. Hát a zsarnok volt a király, meg a papság, mert elvette a tizedet, meg a kilencedet, akkor a mostani államhatalom az mi? Ultrazsarnok, nem? Szuperzsarnok, így van. Így van. Káosz van ott, ahol szabad a nép, liberalizmus. Mindent lehet, érted? Szabadság van. De tudatlanság is egyben. És akkor ebből lehet jó nagy káoszt csinálni. Korrupció van ott, ahol ott a tudatlanság, de van pénz is. És akkor szépen a tudatlan embereket pénzért meg lehet vásárolni. Bűnözés van ott, ahol az emberek szegények és tudatlanok. Na most ezt az egészet nem fentről szponzorálják. Nem, nem. A gonosz szponzorálja. Ami azt jelenti, hogy az gonoszság, a gonosz eszköze, hogy ez legyen. De miért? Nagyon egyszerű. A Földön, vagy a Földön, a világegyetemben nincs lélekteremtés. Másfél millió éve. És másfél millió éve nincs az, hogy semmi gond, majd lesz egy újra, új teremtett lélektársam. Nincs ilyen. Érted? Tehát addig semmi gond nem volt, mert voltak új teremtésű lelkek. Teljesen új teremtésű lelkek. És nincs. Tehát van egy készlet, lélek készlet a világegyetemben. És nyilván az rendelkezik a legnagyobb hatalommal, amely a legtöbb lélekkel és fejlett lélekkel rendelkezik. Világos ez? Ez ugyanaz, mint a Földön az országok. Az a világura, amelyik lélekszámban is nagy létszámú, és fejlettségben is, főleg ugye most már technikai fejlettségben, előtte jár a többinek. Régen meg csak az számított szinte, hogy mi a lélekszám. És ugye egy értelmes lény az fejlődésre, hatalomra törekszik. Tehát fejlődés nincs hatalom nélkül. Hatalmi törekvések nélkül. De a hatalmi törekvéssel semmi gond nincs, a zsarnoksággal van gond. Jó? Tehát a hatalmi törekvéssel nincs gond. Ha ez tisztességes. Hát hatalmi törekvés. Ha nem lenne hatalmi törekvés, akkor nem lennének vezetők. Akkor nem létezne az a szó, hogy vezető. Világos ez? Tehát ne értsétek ezt félre. Tehát az a személy, aki vezet embereket, az hatalomban van. Világos ez? Tehát ha egy családban például olyan hierarchikus felépítés van, hogy az utolsó szó egy személyé, és a család azt a szemét elfogadja, hogy az utolsó szó az övé legyen, akkor az a személy hatalomban van. A családon belül, nyilvánvaló. Világos? Tehát most az mindegy, hogy ebből a szempontból, hogy mekkora hatalma van,
Lényeg az, hogy hatalma van emberek felett. És ezt úgy hívják, úgy is lehetne mondani, hogyha nektek nem tetszik ez a szó, hogy hatalom, hogy vezetője annak a közösségnek. Világos ez? Na most a világegyetemben nincs olyan, ezt jó, ha tudod, hogy az egész világegyetemet egy személy vezetné. Már nincs olyan régen. Tehát régóta nincs ilyen. Tehát már a világegyetemben is megosztott hatalom van. És ez nem barátságos módon történt, ez a megosztást, azért úgy elmondanám. Jó? Tehát nem úgy volt, hogy megveregették egymás vállát, és azt mondták, hogy jó, akkor te felügyeld ezt a részt, én ezt, azt megbeszéljük a dolgokat közben időnként. Nem így volt. Jó? Ez nem túl barátságosan történtek ezek a szétválások. Tehát a világegyetemben nincs egyszemélyes hatalom. Jó? Ugyanúgy, mint itt a Földön sincs. A világegyetemben is van rá törekvés, hogy valaki a legfőbb hatalom legyen, mint ezen a Földön is van legfőbb törekvés, hogy ő legyen a világ ura. Vagy ők legyenek a világ urai, ugye az a csapat. És ezáltal, mivel már nincs lélekteremtés, hát ugye minél nagyobb szám, lélekszám, minél képzettebb lélekszám, annál nagyobb hatalom. Világos ez? És ezért gyakorlatilag lélek rablásról beszélünk. Tehát a csoportosulások a világegyetemben lelkeket rabolnak maguknak. Hát ha van rá lehetőségük természetesen. És ennek egyik célpontja a Föld nevű bolygó. Ha esetleg ezt valaki nem tudta volna. Persze. Hát bárhonnan lehetne lelket rabolni. Sőt, mennek is lelkek innen-oda, onnan-amoda. Na most, ugye rabolni, elrabolni azt lehet, akinek nincs védelme. Nyilvánvaló. Vagy személyes védelme, mert olyan hatalommal rendelkezik, hogy személyesen meg tudja magát védeni, vagy társult hatalma. Tehát ami azt mondja, hogy társult lényekkel együtt megvédik egymást. És ugye a Föld ez egy ilyen hely, ahol mi nem tudnánk magunkat megvédeni, simán el tudnának rabolni bennünket, mármint lelkeket. De van védelmünk. De nyilvánvaló, hogy mivel értelmes lényekről van szó, ezáltal az értelmes lényeknek van valamennyi szabad akaratuk. És ha egy lény rosszá akar válni, és azt akarja, hogy eladja a lelkét a gonosznak, akkor ez sajnos megteheti. Sajnos. És vannak ilyen törekvések a Földön. Sőt, olyan törekvések vannak, már régóta létezik, ez már nem törekvés, hanem tény, hogy bizonyos hatalmi elitet már rég megszereztek maguknak a gonoszok. Már rég. Ami azt jelenti, hogy hogy lehet hatalomban
egy személy. Hogy lehet vezető valaki? Hát úgy lehet vezető valaki, hogy a vezetői elfogadják őt vezetőnek. Tehát aki kettő vezet, azok elfogadják őt vezetőnek. Ha nem fogadják el vezetőnek egy szemét, akkor ez nem vezető. Tehát úgy kerül valaki hatalomba, hogy azok a lények elfogadják a hatalomba lévő vezetőt. Hiába akar egy vezető vezetni olyan embereket, akik nem fogadják el, akkor egy idő után abból lázadás lesz. Világos ez? Tehát fellázadnak azok a személyek, tehát a zsarnoki módon akarnak hatalmat maguknak emberek, és leigázni akarnak embereket, akkor egy idő után azok föl fognak lázadni, és kitörnek a zsarnokság alól. Ugye ezt tudjuk, ez egy tény, és nem csak földi szinten, hanem világegyetem szinten ez így működik. Na most, de vannak tények, olyan tények, hogy egy lélek, ha rossz állapotú, akkor sokkal több gonoszságra képes, mint egy magas frekvenciára ezgő, jó állapotú lélek. Tehát egy minél magasabb rezgésű egy lélek, annál több szeretettel rendelkezik, minél alacsonyabb rezgésű egy lélek, annál kevesebb benne a szeretet. És annál több gonoszságra képes. Nem biztos, hogy gonosz, mert a neveltetése miatt nem csinálja azt, de ha nem kapta volna azt a neveltetést, akkor gonosz lenne. Nem tudom, ezt értitek-e. Tehát azért nem gonosz csak, mert a neveltetése nem engedi, hogy gonosz legyen. Értitek? Na szóval lényeg az, hogy a világegyetemben vannak olyan gonosz lelkek, alacsony rezgésű gonosz lelkek, akik innen a földről akarnak rabolni lelkeket. Nyilván mikor lehet innen lelket rabolni? Hát akkor, hogyha az a lélek a testből kiszabadul. Tehát ameddig a testben van, addig gyakorlatilag biztonságban van. Addig nem tudják elrabolni. Érted? Na akkor ezt még egyszer mondom. Tehát itt van egy olyan tested, amiben van egy lélek, és ez úgy van megkonstruálva, hogy te nem kibejársz a testedbe. Mert ha kibejárnál a testedbe, akkor fogják és el tudnak rabolni. De mivel nem jársz ki be a testedbe, ezért nem tudnak elrabolni, csak testtel együtt. Na most azt meg nem lehet, hogy testtel együtt elraboljanak, mert ahhoz meg fizikai eszközök kellenek hozzá. Érted? Tehát a test elrablásához fizikai eszközök kellenek, szállító eszközre gondolj, stb. Stb. A lélek elrablásához nem kellenek fizikai eszközök, azok csak mentális eszközök kellenek, és más szellemlények kellenek csak hozzá. Világos ez? És ha mondjuk kirabolnák a testedből a lelkedet, akkor fognák, és a többi ember számára láthatatlan lenne ez a cselekvés. Mert szellemlények követnék el. Ezért a testünk úgy van megkonstruálva, hogy a lelkünk nem jár ki be a testünkbe azért, hogy ne tudják elrabolni a lelkedet. Akkor tudják elrabolni a lelkedet, amikor kilépsz a testedből. Az meg a legtöbb ember esetén akkor van, mikor meghal. Na most, de
a léleknek van szabad akarata. És mivel szellemlényről van szó, ha azt a szellemlényt el akarják rabolni, már testen kívül, és ő magas rezgésű, akkor nem tudják elrabolni. Csak akkor tudják elrabolni, hogyha a rezgésük megegyezik az övéikkel. Világos ez? Tehát az alacsony és a magas rezgés taszítja egymást. Tehát ők nem akarnak olyan lelkeket, amelyik magas rezgést okoznak az ő világukban. Világos ez? Ők olyan társakat akarnak, akik ugyanolyan alacsony rezgésűek, mint ők. Világos? Tehát itt van egy olyan tested, ami egy olyan konstrukció, ahol nem tudsz kibejárni a testedbe. Rossz állapotban nem is lenne ajánlatos, mert azonnal elrabolnának. Világos ez? És azért, ha megnézed, az ember tud ebben a testben ilyen mozgásokat csinálni, egyszer fenn, egyszer lenn mozgásokat csinálni. Tehát tudnak az emberek egyszer jó állapotban lenni, máskor meg nagyon rossz állapotban lenni. Ezt úgy hívják egyébként, hogy hullámvasutazás. És amikor az ember rossz állapotú és kikerülhetne ebből a testből, úgy elragadnának, hogy csak úgy fütyülsz. Világos ez? Tehát ez egy olyan konstrukciói test, hogy bent tartja a lelket a testben. Úgy vagyunk megkonstruálva. És mivel bent tartja a testben, bent marad a testben a lélek, ezért onnan nem lehet ki ragadni. Világos ez? Ezért csinálnak például olyat, hogy ez azért viszonylag ritka, hogy megszállják az illető testét. Mondjuk egy démon megszállja az illető testét, és az azért van benne az a démon, hogy elragadja a lelket belőle, a testből. Ezért van az, hogy akiben benne bekerül egy démon, az előbb-utóbb meghal. Tehát ezért azok viszonylag gyorsan meghalnak. És akkor kikerül a testből a lélek, és akkor a démon már azonnal viheti magával. Világos ez? Mert addig eléri, mire meghal a test, hogy alacsony rezgésű legyen az a lélek, és már viheti is magával a démon. Tehát addigra mondhatjuk azt, hogy kikészíti a lelket. Oké? Hát előkészíti, hát. De kikészíti, mert energetikailag teljesen kikészíti. Hát leépíti, így van. Így van. Ránéztem az órára, hát ennyi fért bele ebbe a részbe. Ha bármi kérdésetek lenne esetlegesen. Ugye a második rész az elsősorban olyan tudásról szól, csak hogy tisztázzuk ezt a kérdést, amit a mindennapokban tudsz hasznosítani. Mert nekünk van egy ilyen célunk, mutatom. Hol van? Mindjárt. Hogy az embereknek eljutatjuk azt a tudást és képességet és gyakorlási lehetőséget, ami nagyon fontos, amelyek által olyan élet és emberismerethez jutnak, hogy képessé válnak az élethelyzeteik helyes kezelésére, a problémáik megoldására, illetve megelőzésére, a célok elérésére, továbbá az emberek és az élet jobbítására, a lelki fejlődésre. Így az emberek képessé válnak szeretetben, békében és boldogságban élni, azért, hogy a Földön belátható időn belül aranykor lehessen. Tehát a fizetős képzéseink elsősorban arról szólnak, hogy olyan az élet minden területére szóló tudást kapjál, részletesen, hiszen 3 éves a képzésünk, részletesen olyan tudást kapjál, hogy bármilyen élethelyzetbe kerülj, ne legyen probléma, hanem meg tud oldani.
Világos ez? Sőt, olyan élethelyzetet tudjál élni, hogy képes legyél megelőzni a problémákat. És ha az ember képes megelőzni a problémákat, képes a problémákat feladatként kezelni, akkor egyre boldogabban és boldogabban tudja élni az életét, és ha az ember boldogan él, akkor szeretetben tud élni, és ugye az lenne a következő társadalmi forma a bolygón, hogy az emberek szeretetben, békében és boldogságban éljenek, aranykorban élhessenek. Jó, és mi azért, tehát én azt a küldetést kaptam, hogy nekem ezt meg kell csinálni, az emberekkel együtt kell megcsinálnunk, hogy a bolygón szeretet, béke és boldogság legyen, azaz aranykor legyen. Jó, és ezzel kapcsolatban elég sok információt szoktam kapni, többek közt nem tudom, hallottátok-e, hogy most is kaptam információkat előadás közben. Jó, tehát most is. Jó, méghozzá olyan információkat, amiről még nem beszéltem sosem, meg nem is hallottam ilyen információkról. Jó, úgyhogy akik régóta itt tanulnak, azok látják is, hogy mikor kapok olyan információkat, ami jött. Tehát ezt látni, állítólag rajtam. Hát én nem úgy szoktam előadást tartani, hogy közben nézem magam tükörbe, tudod? De biztos így van, ha azt mondják. No szóval, ha bármi kérdésed felmerült, akkor keresd a vezetődet. Jó? Ha én vagyok a vezetőd, közvetlen vezetőd, akkor engem, illetve a páromat is lehet természetesen, Mariant. 20 perc szünet után coachképzésünk lesz, és a probléma megoldó coachképzésünk második része kezdődik. Ez a második rész, ez egészen tart február 16-áig, akkor zárjuk le a két hónapos probléma megoldó coachképzést. További jó tanulást és szép estét kívánok mindenkinek, köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!